Robbanás történt egy Szentpétervári metróállomáson, jelentették hétfőn az orosz hírportálok. A helyszínen készült felvételeken jól látható, ahogyan eluralkodik a káosz Vladimir Putyin szülővárosában. Korábban két robbanásról szóltak a hírek, amit később cáfoltak az orosz hatóságok. Legfrissebb információk szerint egy fel nem robbant pokolgépet is találtak a tűzszerészek. A hatóságok a nap folyamán több alkalommal is kutattak gyanús tárgyak után, és az egyik megálló ki is ürítették. Az első helyszíni információk arról szóltak, hogy hatalmas volt a füst a metró körül, az emberek mentése pedig azonnali volt. A metrószolgáltató illetékesei elmondták, hogy a vagonban egy házi készítésű robbanó szerkezetet találtak. Az Interfax hírügynökség is úgy tudja, hogy egy repesszel megtöltött robbanó szerkezet okozta a detonációt. A sérültek sebei és az áldozatok szakadozott ruházata is erre utal. Az eset után az összes Szentpétervári metró megállót lezárták, és megerősítették a készültséget a városban és az orosz fővárosban, Moszkvában is. Különböző hírforrások szerint az elkövetőt a megfigyelő kamerák egyike rögzítette, akit a rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keres. A hatóságok két személy ellen adtak ki elfogató parancsot. Vladimir Putyin orosz elnök munkalátogatáson épp Szentpéterváron járt a merénylet idején. A város közelében fogadta Alexander Lukashenko fehér orosz elnököt. Putyinnak jelentették a történteket, aki korábban arról szólt, hogy nem feltétlenül kell támadásra gondolni, viszont később az orosz főügyész mellett Putyin is kijelentette a terror akció bizonyosságát. A kormány háromnapos gyászt hirdetett Oroszországban.